Sziasztok, kedves Szinkó Facebook nézők! Köszöntelek titeket! Egy hét kihagyás után ismét jelentkezem. Elnézést kérek mindenkitől, hogy egy hete a Toyota Racing szériát nem közvetítettem, de sajnos betegségem volt, de itt vagyok éppen egészségben, és már is elindulunk a következő fordulón, ami a Trofeo Abarth-nak a Paul Ricciardi fordulója lesz. Hát ez egy kis pici első kerekesek a Spy fordulón is, hát nehézséget okoztak, szinte elvesztek a nagy pályán. Hát Paul Ricciard is elég szélesnek mondható, 2 perc 13 körüli a versenyidő, egy köröm. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy a Spy azért izgalmas volt, úgy több kis boly volt, eső is tartította ugye két hét ezelőtt a versenyeket. Most száraz időjáráson esőre nem lehet számítani, de ha lemég, hogy hasonlóan izgalmas lesz majd a versenyzés is. Akik már tizenmár csatlakoztatok, üdvözöllek titeket. Bajnokság állás, ugye hogy is alakul? Még van úgyis 3 perc az időmérőig. Maga biztosan mondhatni vezeti a bajnokságot. Előnye, hát elég megnyugtató Cseh Tamáshoz képest, mert Cseh Tamás most az utóbbi versenyek azért ráérzett. Ki tudja, lehet, hogy Tim Gábor biztosítja most ezen a fordulón, ha nem is sikerül neki, akkor az utolsó versenyre már azért elég nagy eséllyel összejön neki. Tehát Tim, Cseh Tamás, és utána elég szoros, ugyanis 3 csapattár, Cimer Gábor, jó magam, illetve Bakrati Patrik, mindössze 14 pont választ el minket. Utána viszont még itt van, várj csak, mit néztem én? Ja igen, igen, jól néztem. Utána pedig Kis Balázs, aki jól tudom, akkor már nem indul a bajnokságban, úgyhogy vele nem kell számolni. És utána Pintér Roland, hát azért Roli is jól megy, és hát azért annyira nincs messze pontok tekintetében, szóval a harmadik helyért az izgalmasat ez, én azt gondolom. Egy perc múlva időmérő. Kapcsoljunk is a helyszínre. Igen? Aha. Akkor jó. Akkor kösz, hogy elküldtél. Itt van mindenki. Szeta be van töltve. Semmennyire sem akarja 116-ot, vagy 216-ot. Ahhoz Gecina segélybe kell lenni, mert... Nekem az már megvolt. Igen, Martin, valóban jobban vagyok. Leveszed a széttartást, meg hogy tudom én. Nagyobbra fújod a gumikat, de semmi értelme, nincs értelme. Az az 1 kilométert tudod, nem számít semmi. Hát egy számít perc. Egy kicsit, de a kanyarokban sokkal rosszabb. Én szerintem neked az nagy az a széttartás. Lehet. Na. Jaj, na hajrá. Igazából Pintérről annyira nem kell foglalkozni, Cimer Gabi és Bakrati Patrik, őket kell elsősorban figyelni, hogy hogy teljesítenek. Jó rajban bízhatok, jaj, neki ne menjek! Oké. Okay. Megint itt vagyok. Egy órás a session. Ez is egy órája. Ó, azt hiszem. Baj. Hogy csináljam én? Jó, hogy én figyeltem. Nézem. De ha jól emlékszem, azt nem lehet. Miért csinálom, hogy vagyis ezt a gumizást be akarom menteni. Csak 20 perces az időmérő. Akkor még ez nem az éles időmérő? Nem. Nem, nem. Nagyon. Nekik. Akkor mondok egy sört. Ne, úgy nem szabad vezetni. Jaj. Az a másik. Ez dopping. Hát ez...
Ez kizárás a réte, Gabi. Mindegy, pozitív vagy negatív, Jani. Igen, hármat, Gabi. A doping az nem a sör. Az nem használok olyat. Gabi, egy sör, nem sör. Gabi, nem egy pár. Ne aggódjál, mire eljön a második fóra, addig a már három az meg lesz. Helyes. Úristen. Hello. Hát ez jól kezdődik. Még nem ez az időmérő. Ja nem, jó. Nem. De vékan nyugodtan. Ennyi csak a gyors körért. Jó. Ugye, aki egyszer tud menni gyors kört, az tud menni kétszer. Hát elvileg ez lenne a normális, igen, de valóságban nem mindig jön össze. Dehogy nem. Hát jó, hát te lehet meg tudod csinálni. Na. Setupot be. Én le azt szignoltam, mert múltkor alapsetupban mentem egy versenyt. Annyira rossz, hogy nem tudom ki állította be az autót arra. Nem. Na Tegervári, gyorsan, mint én, szóval menjél. Driftesen megyek. És ugye majdnem ugyanaz a pálya vezetés van, mint a Forma 1-be, kivéve, hogy itt nincs sikán. És ezek az autóknak olyan szélárnyékot fog adni. Na, gyerünk már, nem közeledek. Most 2.14, mi van ezzel? Imi, majd most nézd már meg a végsebességed, léci, jó? Majd az a jelenségé. Jó. Érdekes. Ja, hogy nem érsz hozzám, akkor úgy. Ha? Így is gyorsabb. Már most 2.14-jel megyek simán. Ajajaj, Rifto! Akkor működik itt az a NASCAR-os tolás, ami kvázi nem tolás. Igen. Nem szabad tolni. Nem érünk egymáshoz. Nem is értem hozzá. Aj, de Imi, miért? Aj, ez volt a taktika. Hogy? Hát te meg bekérdezted itt a közösbe. Mindenki tudja most már. Hát csinálják utána. Hát de hogy tudod, ha nem érsz hozzá? Olcsó trükkök ahhoz, hogy jó eredményt érjünk. Maradj le még egy kicsit! Na! Jaj! Gyerű! Elhúzzak! Nem, mennyi! Hát lehetne hosszabb az átétel, mert így szélárnyékban... Előbb ügyesebben mentél. Igen. Hát. Ez a lemaradása a gumi vissza is ült.
15 már most. Hú, ez jó lesz. Még szerintem szal első szektorral is. Az meg valami megakadt, nem tudom mi. Igen, én nekem is az előbb valamit kidöntöttünk, és ott van a földön. Gyorsabb, bocsba? Aha. Igen, ott van, azt én is éreztem a párszor. Na most menj el! Szó, Pintér Rari, hogy jön? Hát ez még tőlem is egy gyenge idő. Ennél jóval jobbat tudok. Nem volt? Igen, tudom. Elképesztő, hogy jön? Hát szar lesz ez így. Ja, addig baszoltuk az első szektorba. Na innen, gyere! Mennyi? Jaj! De jó, szélrányékot fog kapni tőlem. Hát egyből semmi. Akkorát most szakukáztunk. Na, akkor gyere, most én megyek elő. Jó. Nem maradt. Miért nem jöttél? Köszönni, vágtam. Jó. Jó lett volna, basszus, elbasztam. Nem. Az a baj, ide akar jönni, ez jó lány. Jó, hát akkor megállunk itt, kész. Ő is. Maradj le, Imi. Jaj, bassza meg, Imi. Gyere, csága. Azt csináltak itt, mert nem azért. Taktikáznak. Igen, a 20 percet szerintem el fogjuk taktikázni. Nem baj az. De hogy is, még két kör. Még egy-egy gyors kör, mint kettő, mint van. Hát ez nagyon szomorú eddig. Gyere, gyakorold be te is a izét! Ez nagyon nem jó így. Valami 13-2-t vagy mennyit tudtam. Csak jó setupot biztos jól töltöttem be. Igen, az. Hogy ne érjél hozzám. Összes csapattársam előttem van. Várjál, maradjunk egy kicsit le. Na, gyors köröm van menni. Jó. Nasz. Na, csered. Jó. Tudani neked az egyenesbe? Nem. Ah, faszom! Hát ez elbaszódott megint. Várjál, mindjárt én visszajövök. Rossz. Elpasztan a seggel, de nem akarom átállítani.
az vagy... Na. Látszik, hogy úgy alászedem. Hogy benne volt, de még lassabb is az idő. Babi, azt fogok húzni, úgysem. Mit csinálok? Hatos idő. 12 hatos. Nálam ezt felvezet. Hol vagy, Imi? Mehetünk. Akkor gyere. Megyek. Sokat kell gyorsulnom, nem megy. Konkrétan az előbb 6 tized ment el az egyenletbe úgy. Senki előtt. Aha. Szép. Mert annyit buktunk el, vagy annyit basztunk el az első szép. Nem. Ja. Nem tudom. Szerintem megint cseréljünk, és akkor úgy. Minden jól van beállítva, de érzem, hogy kevés a tapadás. Nem fogok tékem. Abszolút. Abszolút. Aki Ati nem vársz, Rinke. Megvárjalak? Hát gyere mögénk be. Ne várd meg. Ha elindulnál volna. Jó. Igen, jön az anámonak, amelyiken nincsen fék. Ne. Egyenesen? Csak menjetek lassan, mert én viszont gyors kajarra jövök. Megyek lassan, ugye? Lehet, hogy kicsit sok. Nem jó. Nem megy. Nem megy többet 2.15-nél. Nem, lesz jó. Semmi. Na itt hogy fordultál? Hogy közben jön mögöttem valaki. Azt a kurva! Kimenjek? Aha. Uh-huh.
Gyere, Taki Ati, közénk, gyere! Gyere, mögé! Gyere be! Ez így nem jó! Há? Micsoda taktikázás? Amerikó. Milyen megyek ki, mi akkor csak izé, még segítek. Mennyém. Nem jó, nekem se, ne aggódjál. Ez nem jó, 6 tizedet buktam így, mert... Na, akkor gyerünk! Jó, de most már csak 5 perc van, ugye? Gyere, Máté! Na, ez meg lefulladtam. Hol vagy? Jé. Na, első szektorba 158 ezredet kapok. Cseh, nézted a különbséget köztünk? Persze. Ja. Itt azért rágyorsítottam az egyenesre, és így azért számolgattam, hogy passzol, még egy picit, és éppen, hogy nem. Csak 4 tized. Hányadikok vagytok, Imre? Én már 13-an. Valaki boxba van? Meg tudja nézni, hogy ben volt a boxba? Ez a jó távol, ez volt a jó távolság. Ja. Hol vagy? Nem tudom, hogy kapok ennyit az utolsó szektorban. Na. Hát a hosszúba. 9. hely. Ez katasztrófa. Az utolsó szektor kapja majdnem ilyen másodpercet. Jó, te hányadik van? Azaz... Már harmadik. Értem. Én nem megyek ott olyan rosszul. Neked akarok segíteni. Jó. Mondjuk ezen aztán tényleg rajtad itt szülni. Várjál! De haladjunk, megint hideg lesz a gumim. Dehogy lesz. Megint 10. hely. Nem értem. Egy biztató volt a szabad edzés, de... Hát hiába. Két mért körre lesz időm. Á, messze vagy. Nem baj, menj. Hol vagytok, Ameriko? Hosszú egyenes. Jó, hosszú egyenes, de megvárjálok. Nem kell, még megyek egy gyors kört ezen kívül. Itt egyszerűen sokkal jobban fordult szabad edzésünk.
Ja nem, az lesz az utolsó köröm. 13. vagy? Amerika. Mhm. És gyors köröm vagy? Igen. Oké. Okay. Semmi tapadása belőle. És elrontottam. Javítottál, Imi? Még. Ennek annyi. Hát ez megint csodálatos időmérő. Menj. Ne érj nekem, már mindegy. De ez jó táv nekem. Ja, jó. Nem vagyok gyors körön, elrontottam. Ezért töri magát az ember. Hallod, ez katasztrófa. Közelében nem járok a szabad edzéses körömnek. Ez jó, Imi? 2.16 volt egy pillanatra. Jól tűnik. Majd kimegyek a végén. Csak... 5 percet megyünk. Úristen, úristen. És ha most jön valaki? Nem jött sem. 13-at volt. Követett volna. Hát... egy újabb... újabb remek időmérő. Na nézzük, Amerika hova bombázza be magát. Jó, 10 liter az most is elég lesz. Oh. Az igen. Pedig háromkörös gumi volt már, kettő is. 12. hely. Hát jó, hát ennyit számít a szélárnyék. Hát nem, igazából az csak visszahozta azt, amit elbasztam az elején. Ja. Utolsó szektort raktam össze normálisan, az volt a jó. Ez már mély pont számomra. Hányit jó kell? 10. Egyszerűen nem igazából... is igazából... mivel 12 kör plusz felvezető lesz, olyan 9,1 liter simán elég kell, hogy legyen. De mondom, na az jó, az 1 literen nem múlik semmi a pillanat. Warm-up, aztán első verseny. Ötletem nincs. Miért lassultam ennyit? Szóval nem nagyon kopik a gumám. Hát így nem sok esélyem lesz a bajnoki harmadik helyre. Maradjunk annyiban. Jaj, papír! Egy-két pozíciót esetleg előre lehet jönni, de... három hatot mentem. Kimecsőjük most itt.
meg van tankolva az autó, bár most 5 liter ide vagy oda nem számít. Leszedem. De... Hány liter kell? 10. Úgy vagdossátok le a rajtál a első kanyart, hogy lehet, hogy büntíted. Hát nem free ride-ba kéne bemenni. Ja, csak szokszó van az úgy, az ember, inkább levágom, hogy ne akadjak el itt az emberekbe. Ja, nagyon jó, hogy jobbra állt a mezőn. Ja. Ja, hát az igen, az nagy valószínűséggel büntikés. Úristen! Szörnyű! Na, egyszerűen nem fordul olyan szűken, mint eddig. Nézd meg, nem szedtem úgy alá. Kisebb... Na mindegy, nem panaszkodni kell, menni kell. Benne leszek a sűrejébe, ez biztos. Lesznek akciók. Thank you.
Fordulj, fordulj, mondom, fordulj az Isten itt neki. Mindjárt rage lesz. Köszönni. Jó, szerintem versenytempelmese lesz, így elnézem. Menjél már! Na, mi van már? Ja, hát igen, itt az lesz a szint, amikor mind a ketten határolón mentek és egymás mellett érkeztek a kanyarhoz. És hogy el is kéne fordulni. Itt az lesz szint, ha leszakadsz a vonatról. Ja. Azon nem tudsz összeted. Azt már utól nem éred. Ja. Ilyen csatáim lesznek a versenyen. Nézd meg, egyszerűen nem hiszem el, hogy nem... Hamar utol értelek. De én ezt nem értem, érted? Tehát... Há? Hogy lehetsz bénább, mint én? Hát érted, nyomom neki... Már... Itt nem annyira... Minden esetben az a jó, hogyha nyomod neki, Jani. Hát de ez az, hogy már direkt nem nyomtam neki. De az se jó, hogy nyomtad, hogy nem. Hát, azt kell megtanulni, ahol nyomod is, meg nem is nyomod. Há? Hagyjuk. Milyen versenyoktam, milyen nyomod, milyen nem. Ja. Kéne bele egy sper, és akkor tolhatnád neki rendesen, de hát ebben nem sűrűn benne. Elég bután működik ahhoz képest. Szerintem teljesen jó. Jó, ezek alapján ne számítsatok semmi jól. Pont időbe. Izgi a dobogó. Persze. Ne. De nem. 10 jó. Nehogy. 10 elég, persze. Akkor 11. Jaj. De Istenem, komolyan. Én raktam 12-t, hagyj menjen. Hagyj szaladjon. Hát szurkoljatok. Mert ez így elég gáz lesz. Felbasz. Nehogy már a Gabit ne lehessen észrevenni.
Kell hozzá a refi. Hogy? Nem az én autóm leckék? Jó van. Cseh. Már nincs oszlop az első kanyáról. Nem baj az. Jobb, hogyha nincsen. Szerencsére nem az útra esett vissza. Igen. Csak ugye töri az autót azonnal, hogyha kiütöd. Nem tudom, ennek olyan rohadtokat számít. Hát, franc tudja. Értek már meglepetések RF2-be. Mi volt, hogy kaptam defektet Forma 1-be, mert egy első szárnyat elkaptam? Az lehet. Na jó, de ez Forma 1, ez meg egy kibaszott hang. Na jó, de ez a másik ilyen meg GTE autóval elvittem egy ilyen kis oszlopot Le Mans-ba. Öttel kevesebb végtempó, és teljesen máshogy fordult az autó. Azért az se túl valóság, hű? Ne nyomjuk ki ezt a kurva. Tempós felvezetőt megyünk? Akkor nézzük, hogy hogy fogunk rajtolni. Pintér Roli, Tim Gábor, Serván Norbert, Egervári, Cseh, Bakrati, Veres, Bende, Zimmer, Marinka, Dalanics, Jómagam, Taki Atti, Lipák Bali, Vég Attila, Becsak Dávid és Füzi Barna. 17 pilóta a Porrikári versenypályán. És vajon 17-ből hanyadik helyen végzek? Hát legalább egy 8-at hagymákoljak be. Rajtjaim általában jól szoktak sikerülni. Jaj, szurkoljatok! Jó szurkolást, jó szórakozást! Amerikó az tényleg nem tud rajtolni. Jaj, az itt vagyok. Ó, ne! Bassz! Jól van. Így van, két oldalról. Úgy. Jó van, ebből is. Gyerünk. Az igen. Fú. Hopp, van egy élesítés. Hopp, valaki eltűnt. Hát ez gyorsan. Tehát amilyen jól sikerült, olyan rosszul folytatódott. Na most mi lesz? Gyere. Á, nem jó vonaton vagyok. Jani, balra egy kicsit, balra. Próbálkoztam. Valahogy vissza kéne itt zárkózni. Nem sok helyet hagytál Amerikó az elején. Hát de mögöttem volt, nem tudtam eldönteni, és bent vagy nem vagy bent, hát valahogy meg kellett fordulnom. Na az
is nem volt helyhagyás. Röpülnek ott az alkatrészek? Nem, az bója volt. Még csak bója. Hol van Patrik? És visszafélek eléd, vagy nem? Nem. Jó, itt vagyok. Új! Ó, ott valaki repül. Előtte. Nem leszek elég közel. Ez igen. Hát, megállt. Ajaj! Ez Amerika. Hát kivelé akartam helyezkedni, de arra mozdult el te is. Valami szakba fejelentő. Igen, kicsit. Nektek is? Nekem is. Szóval. Pintér Roli vezet mögötte. Tim Gabi, Egervári, Cseh, Pakrati Patrik az elsőt. Menj balra, Gabi! Hát, Jani, ha benn maradt, te volna mögöttem, jobban jársz. És megálltunk 209-en. Ja. Na, na! Jaj, gyerünk! Nem, nem lesz meg! De repült. Bízok abban, hogy elkopnak a gumik nekik. Mennyire vannak előtt egy csalt? 1,3. Ja. Lemaradtam sajnos. Ja. Uha. Bassza. Jaj. Na, bünti? Ah, nem.
Mennyire voltam? Hát, ez pont nem lesz nekem jó. Taki Ati megjön. Ne jó. Jani, miért mész ki? Hát utolérnénk a Gabit, ez be a egyenesbe. Akarom megpróbálni. Négy és fél tizedből utolér. Hát... az igen. Maradj már! Jó, itt vagyok rajtad, azt is nem tudok mit csinálni. Aj, Jani, bassz meg, eszed annyi. Mi dolgoznék össze? Uha, ez jó széles volt. Hát én nem értem ilyen bazd meg, hogy bírsz így meg. És akkor most a hunkó lennék, kell kérdezni, hogy ki a mérnök. Thank you.
Amerikó fel akar érni minden áron. Tényleg nem lök, de közben meg közeledünk. Ez nagyon rossz lesz. Ja. 78. Azaz. De bazd meg, hogy lehetek, hogy lehetünk ennyivel gyorsabb? Vedd is be a kanyart, Amerikó! Szerintem...
Annyit hozunk az egyenesben ezzel a trükközgetéssel. Annyit el is bukunk a kanyargós részen. Időmérőn futottam, az megvan most is. Ugyanott vagyunk. Úgy jártál, mint én az első körbe. Igen. Yeah. Jó is akkor. Mindig azt hiszem, hogy közelebb vagyok, de most is messzebb idő alapján. Alig közeledek. Azt hittem Serbán Norbit utolérjük, de nem. És remény sugár. Tök mindegy, hogy 7. vagy 8. leszek mondjuk.
Anyád picsája! Uha. Na mi van? Grindthrough-t kaptam. Ajjaj. Hát de hogyan? Hát nem is vágtál. Hát na ez az. Én is így jártam. Ott a jobbos, a izében, abban a lassú balosban. Az előtti jobbos, amit még... Azt nem szabad nagyon átbaszni, igen. De nem basztam át, mert konkrétan a bal kerekem az még az aszfalt. Ez úgy érdekes. Úgy nem kéne, hogy adjon. Hát pedig adott. Hát jó, hát én elhiszem, hogy adott. Azt tudom, hol a boxba járat. Az utolsó kanyar után jobbra. Egyben jobbra, jó. Nem tudom, hogy jó, hol van. Jó, nem töltöm le, akkor beszopom. Töltsd le. Húzd, neked kapsz, azt hiszem. Visszasorolja. Hát csak nem biztos, lesz még egy kör? Még egy lesz. Azért kell most letöltenem a... Ez kellemetlen. Te szólt, hogy volt kártereket? Az már volt, az oké. Ja. Azért így a sokadik kör végére már azért elmelegednek a gumik rendesen. Ja. Jó, pont a közelünk beér. Na hát ez miatt nem fogok tudni előzni. Meg Gabi bejön. Hát nem hiszem el. De hát ha még itt... Vagy mi történt el? Mondtam, hogy rájtúrút kaptam. Á, nem hallottam, ki volt kapcsoló. Rossz a kigyorsítás. Ejj! Semmi, így nem lesz nekem semmi. A sörőjébe mentél? Jó. Hát, ha itt el szórakoztatják egymást. Gabi! Nem Géza. Ah, de! Betart Gabi és megpróbálod. Kösz. Csapattárs. Okay. Már rivalizálás van. Ja, oké. Okay. Ah, Jani, de lassan fogtad fel, hogy toljuk egymást. Na mindegy. Hát, amit hoztunk az enyesben, azt szerintem elbuktok a kanyarokba, úgyhogy... Igen, de addigra már lemaradtunk, az volt a baj. Gyorsabb volt a kanyargósokon, az egyértelmű. Csak még a föl lehetett volna rajta maradni az elején. Aki dob rá valami zsnát. Nekem az valahogy... Jel, mit vagy? Ezt én is megköszönném. Itt vagyok.
Te mi a szar csináltál, hogy úgy tudtál fordulni? Hol? Hát úgy az egész mindenhol. Hát... Köszi, megnézve. Tom. Mérnök beállított az autó. Gyorsan elmentem ezt a setupot. Ez az utolsó két kör, ez nagyon szar volt már. És a Patrik harmadik lett. Négy. Nekem kettőre ment csak el a gumi. Ez nem jött be. Utolsó kettőben melegedett már annyira el, hogy igazából nem akart fordulni, egész addig úgy... Na fia! Tudják szetet, Gabi? Azt hiszem, egy kis szünetet tartok. Hát csak úgy megnézem, nem fogok azzal menni, csak megnézem. Frissüljetek fel! Elküldtél te is. Onnan az akkor vissza. Egy olyan... 10-15 perc múlva jön a második verseny. Nem, azt mondom, tényleg, nem akarom használni. De nekem jó a futam után is, kérem most. Te is itt ilyenkor küldted, átküldöm. De nem most arra akartam ellőni ezt a... handicap. Itt. Milyen handicap? Tök mindegy, hát... nincs jelentősége szerintem. Aj, ez a nyolcadik hely, de jó lett volna. Elné az első sorban? Ja, ja. Fárasztottuk egymást 15 percen keresztül. Hát ezt nem értem. Micsoda? Hát ezt. Hát, igen. Mármint a setupot, vagy hogy a setup-ol hogy lehet gyorsan setup-ot menni? Hát, is. Ja. Sziasztok. Pedig mondom, tényleg ezzel minden mentem. Fordítva van. Elhiszem. Na hát nincs olyan nagy titok, mínusz 3-os széttartás elől. Na, gondoltam. És pluszos hátul. Na jó. Mennyi gumit maradt? Nem, én nem azon vagyok fennakadva egyébként, ilyen. Ha nem, melyiken? Az mennyi? 120? 170? Mennyi volt? Ja. Mert neked hogy van? Hát nekem elő full lágy, hátul full kevés. Igen. Próbáltam úgy, de nekem úgy nagyon ment a segge. Hát ez a baj, hogy nekem még így sem megy. Hát én pont azt akarom elkerülni, hogy kanyarbejáraton ne csúszom meg a segge. De nekem nem csúsz. Ja. Ez a bajom. És a féked, az meg, azt el sem mondom, hogy én mivel ment. Tudom, de ez valami 50%, mi? Igen. Én ezt meg azért nem szeretem, mert így... nem tudom, jobban érzem, mikor fog bevakolni. Nem az a bajom, hanem hogy így van beállítva, és mégse úszik el a segge. Tehát még sincs az, hogy fordít. Igen, tudom. Hát próbáld ki most. Figyelj, én szerintem pluszos széttartásra ki hátulra. Ez az összetartás. Figyelj, átküldöm, hogy én mivel mentem. Igazából mindegy. Milyen dőlésekkel vagytok? Tessék, most megtudod. Jó, így is jó, köszi. Azt a wow. Mindenki első gyors. És utolsó alkalom, hogy Bika mindenkinek setet küld. Gyors mentés mindenkinek. Minden támad, hogy a setup neve az Gábor Team 01. Az mindenkinek azt írja be te. Nem, hát ugye ha többet... Nekem már, mit tudom én, hányos. Hát nekem a féknél átszer körbefordult 100-ig. Ja. Azt a rohadt. Hát pedig ez... Ja. Aranyom. Ez meredek. Mennyi gumin van a végére, izé, Bika? Hú, nem tudom. Hát figyelj, Kamil. Nem tudom, nem néztem, hogy mennyit kaptam, mert inkább arra figyeltem, hogy nem gyorsan volt. Ja. Hát de ezzel nem kéne, hogy kevés maradjon. Tehát ez úgy fordul, kéne fordulni, mint az állat. Semmi. No. Igen. Mindenki setupokat küldözget. Na mi történt? Kaptál setet, Jani? Bikának a setup. És ez nekem segít? Hát... hol van Tim Gábor? Töltsd le, Jani. Én maradok a sajátomnál, én azt tudom vezetni. Rajtam csak segíteni lehet. 11 liter. Na, kimeri bevállalni futamra, de úgy, hogy most nem megy. Én maradok az enyémnél. Akkor lesz első kanyarba seggel megérkezés? Ja, hát igazából amúgy az elv ugyanaz. Na nézzük. Hát nem, mert a tiéd az a kopp ellentetje.
Hát ugyanúgy előbb, hátul kevén. Hát oké, csak az enyém sok kapuább és sokkal kevén. Igen, igen. Sok kapuább és sokkal kemény, basszom ugye. Az fordulós. Igen. Jó, mondjuk hozzáteszem az összes... Hasztú mocskos, az tényleg fordul. Az úgy volt, hogy mínusz 10 és 0. De igazából volt. Mindjárt lövök egy ilyen mínusz 20, mínusz 30, akkor van ilyen. Ne, előre rakjál többet. Úgy van. A 10 az kevés. Szerintem is. Hát most 20-szal próbálom. 30-szor rak fel szerintem. Végtempóban nem befolyás. Nem befolyás és jobban fordul. Hát ne ez a baj, hogy nem befolyásol, mert a valóságban egy ilyen grafik az már... Na jó. Nem, mint a kurosokat teszteltem volna, ezt az egyet néztem meg. Na, Pil! És ennyire jók ezek a bazi nagy dőlés. Milyen bazi nagy 1,4-jel dőlik? Én 0,8-al meg 1-jel. Azt a kurva. Egy gyors kanyarok vannak, kell ide dőlés. Figyelj, nézd meg, hogy kijössz, akkor hova melegedett a gumit, ennyi. Én az alapján állítottam. A gyors kanyarban kívülre melegszik, az egyenesben meg belőre. Ez tényleg sokkal jobb. Hát egyenesben ugye mindig, igen, hát, ja. Tehát azért megyek egy kört, körülbelül az van, hogy belül éppen melegebb, de majdnem egy hőmérséklet az egész. Tehát Jani, itt vagy? Itt vagyok. Nekünk is van mocskánk. Jéj! Yeah. Hogy hívják? Elizabeth. Hogy hívják? Gyere ide! És házi macska vagy valami speckó? Kevert. Utcai vegyes, viszont gyönyörű, ilyen... utcai vegyes! Angol, vagy mi ez? Mi? Utcai vegyes az! Orosz kék. Orosz kék? Mire beszél? Ilyen szürke. Mint a vegyes pál lesz, hogy mert? Utcai vegyes. Utca bajnok, ja. Utcai vegyes. Vagy a legjelesre? De én nem. Jó. Remélem mindent vettetek neki. Van minden lószara hallott. És főleg bohája. Használja. Hát nem unatkozik. Szóval tudod, hogy a macska az a főpróba a gyerek előtt? Igen, tudom. Jó, oké. A kollégáméknál ugyanez van, hogy valamilyen geci drága macska. Ja, hát ez ingyé volt. Ezt fogtuk, azt elhoztuk. Hát a mamámnál volt, de... Hát ebben a fő itt teljesen el. Nem rágta szét még a kábeleket? Nem, most basztatja a fülhallgatómat. Ó, az így is vajos. Ez eddig sem volt túl jó. Ki kell zárni a szobából? A pedál cica, a pedál. Jani, azt melyik setup-on futott meg? Istenem. Gabié van. Jobb, mint amit időmérőn mentem. Igen, azt nézem. Egyből.
Faszom, ki is kipróbálom én is, Gabi. Hát, hogy gyorsabb vagyok. Körben induljátok ki. Ja, első körbe szar. Szerintem amúgy... Kicsi lehet neki a... steering lock. Hanyasot, hanyas használ. Nem, 19-es. Akkor tévedtem. Na mindegy, első helyről rajtolok a fordított rajtás miatt. Hát bevállalom, rosszabb nem lehet, mint eddig. Tíz liter. Na re? Re. De? Nem nyer senki az ötös lottó? Hát akkor nem itt beszélgetnénk. Na jó, inkább... Mert mi kéne, Gabi? Micsoda? Mondom, mert mi kéne? Egy váltó. 5 milliárdból vagy 4-ből? Csak egy váltó. Igen, hogyha csak innen lévő embereknek lett volna 4-5-nek. Mi is lett? Az is elég lenne. Mi lett volna? 4-esük. Ja. Az mennyit fizet? 2 millió, 2 és fél talán. Meg is őrülnék, bazán 4-esem lenne egy ilyenkor. Én még nem néztem, de gondolom, hogy nem nyertem, mert nem szoktam általában. Maximum 2 találatom van mindig. Megtérül a szelvény ára. Hát igen, 10 szelvényenként 1 szelvény megtérül, mondjuk úgy. Hát, akkor te még jó arányban vagy. Mázlista. Ja. Még nem túl sok energiát fektetek bele, mert mindig ugyanazt rakom föl. Nem lépett ki senki, ugye? Csak a Marinka, de nem is jött vissza. De 17-en voltunk, nem? Hát pont azért, igen. Na, jön a második verseny. Most tehát, na most... valamelyik helyre indulsz, Gabi. Ki? Na miért nem? Komolyan valamelyik helyre indulsz, Gabi. Hatodik lettem. Ó, bazd meg. Jó van, fasza. Elkapod még a végére, ne izé. Elhárt. Nem, hát, te vagy is. Ahogy nem. Nem lesz gumia, meg nem tud kanyarulni. Na nézzük. Dehogy nem volt végig. Dehogy volt. Sokkal gyor. Úgy voltam mögötted 6 tizedre, hogy célárnyék voltam. Hát akkor szarrá vágtam a pályát. Hogy leíztam. Hát te többet vágtál. Lófasz, hát nézz vissza. Ajaj, beindul a biztos, hogy többet vágtál. Konkrétan az első kanyarba vágtál. Igen, ennyi volt, az egy. Milyen ló? Hát de ha mindig vágod, azért, hát... Hát de nézd, mert nézd vissza, Gabi. Hát, jó. Fogjátok meg egymást. De jó. Na, ott van meg, akkor nyerek meg. Én sose óvtam. Hát, szerintem én. Max, engem óvtak, arra reagáltam. De akkor mindig. Hát de én mindig jogosan óvlak, te. Hagytad már, én jogosan. Annyiszor, amennyiszer óvtál, annyiszor nem kaptam büntetést. Jaj, jó.
Nagyon el vannak a sajátok. Igen, hogy azért, mert a Simco vezetője a vele, csak mondd. Persze, sem. Ugye az Amerikó. Tehogy meg, csak ezek. Mennyire toljátok ott elől? Nagyon. 180. Jaj, oké. Okay. Na, ki megy az én szetemmel? Én. És itt vége is a sornak. Hát nem jelz, 19 napot húzok. Nekem tök mindegy. Igazából. De és azzal mész, Jani? Hát amit költél, igen. Mire számít csak? Hát... féket állítsad szerintem. Akkor egy ember kieskelő, nem jó? Igen. Jó, ez szerintem nekem is így volt. Még nem álltál bele a fékbe rendesen, szerintem. Vagy átállítottad. Hát biztos, hogy előre csavarta. Meg a kormányzat az nekem. Az ugyanannyi nekem is. Jó szórakozás, jó szurkolást a második versenyre. Hát, ha előre végzek, mint a 8. hely. Go! Úristen, hogy jön.
Na jó, hogy így jöttök. Ez itt 1 millióval megy mindenki szerintem. 2-16 tiltás. Igen. Jaj. Jaj, majdnem meg volt az a kanyar. Na? Valami megdobott. Engem is. Nézzük, hogy majdnem. Jaj! Faszod volt benne. Na, erről beszélek, látod? Ez bent volt. Hát az meg, hogy 3 autó féllel voltál. Dehogy is, hát ez bent volt. Kerékettünk voltam. De félje vagy, menj nézz vissza. Hát itt megyek mögötted, látom. Hát oda, erről beszélek. Hát csak én engem. Megizletem a kocsit. Akkor nem érzed a kocsi határát. Jó, ja. Fasz. Beszélsz, Kavi, menj be. Valamit elkaptam, nem? Igen, ott a kanyar közepén van valami. Ja, úgy is elmentem most. Jó, menj már, Gabi. Hát itt se volt benn mindenki. Jani, én benn voltam, igaz? Biztos nem figyeltem. Gabi, benn mellettem. Menj ne a picsába. Na, hogy érj. Ez nem setup, ez egyszerűen nem. Hiába nyomom én ezt a gázt. Hát, valaki olyan kérni, köszönjük. Ben vagy mellettem? Igen. Na, most már nem. Akkor kijövök. Jaj, bocs. Jó, jó, vagyunk.
Az igen. Mi ez a féktáv? Az autót eldobja ott az a rázókő. Aj, legalább nyertől kapjak már szélárnyékot. Gyerünk. Ezek egyszerűen nem tudok úgy kigyorsítani, mint ők. Gyönyörű, gyönyörű látvány. Hát, jó. Ez hogy jöttök rám? Úgyhogy 2.15-tel megyünk mi szerintem. Ez hogy? Hát, tiltás. Jaj, az meg. Bocsi, de nem fordulunk el ketten. Most se voltál bent ilyen? Te se. Én bent voltam. Hát, ha mit kettők a büntit. Hello, Peti, köszönöm. A három macska egymás mellett. Melletted. Ezt el kellett engednem. Thank you.
Félárnyéban maradok, még lehet esélyünk. Egervár is itt van mögöttem. Szép lesz. De már, baszki! Ezt nem hiszem el. Hát, 5 tizedre vagyok, csak az a baj, hogy... pont lemaradok. Zimmer Gabi is szélelnében lesz. Picsába. Hát ez az Egervárinak jó. Én távolodok! Ő megközelít. Csak én megyek a pályán, úgy tűnik. Hát ez hihetetlen benne. Én idézőjelbe tettem? Hát de folyamatosan, amikor utolérném. Közelebb kell maradnom az egyenesnél. Mondjad? Szana szét van az autó, amit mondtam. Az, ha csak világos kék, az semmi. Ez nekem is körbe világos kék, megy ez ugyanúgy, a nélkül is. Semmi.
ez az előző körben nem így fordult az olyannak. Gyerünk már! Ilyen 6-15 kapok az életet. Olyasmi. Ó, Gabi! Jön a Szegervár is. Csak szólok, hogy még melletted vagyok. Csak szólok, hogy nem baj. Majd az lesz. Ennyi ő leszarja, hogy te ott vagy. Ó, hát... Jól is fulladtam. Mekkora lag. Hát ezt vissza kell nézni majd. Nem tudom, mi történt. Esze mentek. Azt hiszem, én kiszálltam a bajnoki harmadik helyért folytatott csatából. Jó.
gumik kaptak szépen. Én úgy azt mondtam, hogy 8. helynél biztos előré végzek, hát nem. Mint a Lipák Balival. Utolsó körben még küzdünk egyet. Ja, a harmadik már nincs. Tizedből megelőzhet éppenséggel. Vagy segyed, vagy gyere. Hallod, és kaptam egy drive-thru-t emiatt. Mi? Menj már. Esküszöm neked. Az hogy? Hát ami hogy? Annyi vágás. Igen, meg kilöktél. Gyere, hova? Meg gondolom rázókő mögött fordult, az már elég volt a rendszernek. Hát ez nagyon jó. Majd dolgok meg, azt kiveszem valahogy. Hát adni kell egy 25 másodpercet. Mert ott kaptam konkrétan kettőt. Na nézzük ezt a balesetet. Tehát két warning cutot, egyen volt, drive. Tudom, de amúgy jó volt. Ó, ez elég paraszt volt. Ja, az. Elég ilyen, semmiből jött. Igen. Utolsó kanyaros vagy dobós? Ja, hát. Ezzel meg kell próbálni. Úgy sem, hogy Gabi végére hagytad a... Azt hittem el tudok húzni egyet kigyorsításon. Hát ja, ez jó volt, ez ilyen játék. De a résztem belefékezgettél mindig egy erősbe, hogy ne kapjak akkor a szélárnyékot. Igen. Lehet, meglep... Igen, látta, hogy direkt úgy gyorsították ki, mint hogyha mögém akarnál fordulni. Szerintem én rendesen haladtam. És mennyi büntit kaptál, Gabi? Én? Konkrétan 24,6-ot. Hát 25 sek. Szerintem nem az én hibám. Nem én húztam rá. Hát így szépen összeakadtunk. De erről tényleg nem tehettem. Visszanézted, Imi? Ah, végeredményét láthatom. Nem lett volna vele baj, mert csak, hogy pont emiatt kapok drive-t, érted? Pintér Roli, Cimmer Gabi, Bakrati Patrik, egy csapattársam. De valószínűsítem, akkor Tim Gábor nem 11. helyen fog végezni, hanem majd első, második, nem tudom, hogy hol végzett, mikor kapta a büntetést. Hát, volt már jobb, maradjunk annyiban. Remélem mindesetre, aki itt volt, az élvezte. Egy hét múlva, szokásos időpontban a Toyota Racing széria újabb versenyével fogunk jelentkezni. Addig is legyen mindenki jó, szép hetet nektek, kitartás, munkához, suliós, stb. És akkor egy hét múlva ugyanekkor, sziasztok!